Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a hétember, és a hétember nem más, mint Dioconescu Gabriella. Jól mondtam, vagy nem jól mondtam? Nézzük meg még egyszer. Még egyszer próbáljuk. Jó. Jó, jó. Dioconescu Gabriella. Erről jó? Van szó. Ez köszönöm. A Diananát. Igen, tehát a dia keresztül igen, át, és igen. A konvel val. Igen, tehát akkor ez mindenképpen azt jelenti, hogy egy életvideli tanácsadónak mindenképpen szüksége van, akkor ilyen neve legyen, mert ez már önmagában kihívás. Miért pont életviteli tanácsadó? Mit tud, amit egyébként mi nem tudunk, és ezért kell vinni az életünket? Nagyon érdekes a kérdés, köszönöm szépen. Nagyon sok embernek segítettem. De kezdjük ott, hogy gyerekkorom óta nagyon nyitott vagyok az emberek felett, tehát nagyon szeretek barátkozni, tehát kapcsolatot teremteni. És... gyerekkoromban volt egy ilyen kötött kalapom, egy ilyen bordó-piros, ilyen horgolt kalapom, és elindultam az utcán, barátkoztam emberekkel, ráköszöntem, volt egy újságos, és mindig ott nekiálltam és beszélgetni az újságossal. És az újságosnak adtam tanácsokat, hogy milyen lenne, hogyha ez az újság nem itt lenne, hanem ott lenne, és elkezdte átpakolgatni. Tehát, hogy a gyerekkorom óta van ez a késztetésem, hogy segítsek az embereknek, hogy tudatosabbak legyenek. Tudunk mi tudatosabbak lenni? Abszolút. Abszolút. Na de ezt miért gondolja? Hát az ember mindenki ugye leginkább arra büszke, vagy legalábbis bízik benne, hogy azért a saját életét valamilyen szinten karban tartja. Ráadásul az ember mindig leghamarabb saját magának tud megbocsájtani, hogyha elront valamit. Innentől kezdve jön valaki kívülálló, és azt mondja, hogy szerintem ezt úgy kéne. Tehát miért kéne magára hallgatni? A tapasztalat az, hogy azok az ismerőseim, barátaim, akikkel én beszélgetek, azok a visszajelzések jönnek, hogy úristen, rendbe tetted az életemet. Olyan sikereket értem el, csak pusztán a beszélgetéseddel. És innen ered az, hogy rendbe tetted az életemet. Segítettél abban, hogy a párkapcsolatom jobb legyen. Segítettél abban a nézőpontjaiddal és a tudásoddal, abban, hogy a statisztikáim följebb menjenek. Éppen tegnap találkoztam az egyik nagyon jó barátommal, és azt mondja nekem, hogy mit csináltál velem, hogy amióta beszélgettünk, ez körülbelül egy 2 hónapja találkoztam vele, hogy amióta beszélgettünk, a statisztikáim így mennek fölfele. Hát, ami teljesítmény? Vagy, teljesítmény, vagy igen. Munkastatisztika. Munkastatisztika. Megnőttek a bevételeim. Na mondom, látod, akkor megérte velem beszélgetni. Azért kérdezem, hogy mi az, amit tud, mert ez egy felelősség, vagy egy lehetőség? Mindkettő. Ma azért megmondani valakinek, hogy merre menjen, és mondjuk ő úgy dönt, hogy arrébb teszi az egóját, vagy megkerüli, vagy átugorja, vagy elássa, igen. És ő azt mondja, jó, akkor megpróbálom úgy csinálni. Van olyan, hogy nem jön be? Nincs. Ez nagyon nagy mondás. Igen. Tehát 100%-os a teljesítmény? 100%-os a teljesítmény. Ilyen visszajelzéseket kapok, hogy úristen, már pusztán csak a beszélgetése, de jobb lett a kapcsolatom a fiammal, jobb lett a kapcsolatom a párommal, rávilágítottál arra, hogy tudok másképp is működni. Olyan, hogyha megnézzük, hogyha egy személy sérül, akkor visszahúzódik arról a területtől, ahol sérült, tehát hogy ne legyen fájdalmas neki. És hogyha akár egy személyes kapcsolat, vagy akár egy barátság, hogyha van ott egy vita, akkor hajlamos visszahúzódni arról a területről a személy, tehát már nem annyira nyit, mert nem annyira közeledik, mert nem annyira kommunikál, mert nem annyira tud egyetérteni vele. És akkor erre adok én olyan jó kis megoldásokat, hogy hogyan tudja helyrehozni ezeket a sérüléseket, ezeket a veszekedéseket, hogyan építse újra azt a kapcsolatot. Ja, amiért még gondoltam, hogy mindenképpen beszélgessünk, az, hogy elindult egy segítségnyújtása, vagy lehetőség azoknak, akik home office-ban dolgoznak, hogy abszolút. Ők egy új helyzetbe kerültek. Abszolút. Mi az új helyzet? Mert kívülről úgy tűnik, hogy aki home office van, az tök jó, az otthon van, akkor kell fel, amikor akar, így. Azt csinál, amit akar, így. Egy szál fürdőköpenyben jó hangulatban dolgozhat, buherálhatja a gépét, igen. Intézkedhet, jöhet, behet, igen. Teljesen rugalmas az élete. Na és akkor hol kezdődik a probléma? Hogy ezek szerint köszönöm kell rá segítség? Szépen. Abszolút kell. Köszönöm szépen, hogy megkérdezte. Az történik, hogy imádunk otthon lenni. Imádunk otthon lenni, viszont egy idő után, hogyha a munkával összekapcsoljuk, ugye megszoktuk azt, hogy bejárunk a munkahelyünkre. Megvan a kis irodánk, megvan a munkafeladatunk, és elkezdjük csinálni. Viszont otthon, hogyha túl sok a véletlenszerű mozgás, tehát az ember ugye rákezd koncentrálni a munkájára,
De jön egy jön a postás, csönget a postás, ott van a gyerek, megzavarások történnek, akkor nagyon gyorsan zavarodott lesz, illetve zaklatott állapotba kerül, hiszen ugye az érzelmi szintjén lemegy olyankor. Tehát csinálná a dolgát, de meg van zavarva. És ezek a megzavarások ki fognak hatni a testére, és ugyanúgy az elmére is. Tehát gyakorlatilag zaklatott lesz. Nem biztos, hogy el tudja végezni úgy a feladatokat időre, ahogy eltervezte. Ugye hajlamosak vagyunk halogatni dolgokat, hogy majd később, hogy majd máskor, és ezek a felgyűlemlett feladatok azt okozzák, hogy az ember nem tudja feldolgozni magában. Tehát ott van, és ott dolgozik az a felgyűlemlett feladat, mert nincs lezárva az akció, amiben belekezdett. És ezáltal ugye az elme az úgy működik, hogy nem tudja feldolgozni. De gyakorlatilag, hogyha előfordul bárkivel az, hogy reggel úgy kell föl egy jó alvás után, mint hogyha nem is pihente volna ki magát, ez azért van, mert folyamatosan azon pörög az elme, akarva, akaratlanul, hogy nincsenek lezárva azok a feladatok. És ilyenkor ugye kimerültség jöhet létre. És ez a kimerültség, erre is tudok megoldást adni, hogy mit tehet az az ember, aki mondjuk nem emberekkel foglalkozik, hanem éppen egy laptopon vagy egy számítógépen dolgozik. Ez a kimerültség, ez nagyon-nagyon rossz hatással van, mert ugye nem tudja kipihenni az ember magát. Ezért én azt szoktam tanácsolni az engem megkeresőket, és nagyon sokan megkerestek itt a karantén időszaka alatt, hogy mit tegyek, mert ki vagyok merülve, és nem bírom a feladataimat ellátni. És azt tanácsoltam, hogy nézzen kifele. Tehát ugye megszoktuk azt, hogy rögzül a figyelem arra a bizonyos távolságra, ahol egész nap dolgozunk. És hogyha nem helyezzük ki messzibb távra a figyelmünket, akkor hajlamos ott rögzülni a figyelem. Ezért én mindig azt javaslom, hogy tegyenek egy sétát, hogyha megtehetik. Tegyen egy sétát, és figyelje meg a környezetében azokat a dolgokat, tehát helyezze ki a figyelmet a fizikai univerzumra, és nézze meg a tárgyakat, nézze meg a fákat, és picit vegye le a tekintetét, a figyelmét a munkára, miután természetesen este letette a lantot, és helyezze a fizikai univerzumra, és nagyon-nagyon jót fog aludni. A másik, hogyha emberekkel foglalkozik, nyilván, hogyha sok emberrel foglalkozik, mondjuk egy értékesítő, vagy akár egy olyan személy, aki boltban elad, akkor előfordul az, hogy így besokal a sok embertől, tehát be tud sokalni. És ilyenkor azt szoktam tanácsolni, hogy menjen egy olyan forgalmas helyre, ahol emberek vannak, és nézzen rá az emberekre. Külön-külön nézze meg őket, és azt fogja találni, hogy nem is olyan rosszak. Ha így hallgatom, azt mondom, hogy hát ezek olyan tanácsok, amik egyébként az emberre eszébe is juthatnának, de mégse. De ha valaki otthon van, és ugye home office-ban dolgozik, vagy éppen tanul főiskolások, egyetemisták, ugye ők is ebben a helyzetben vannak leginkább, most még a középiskolások, meg a általános iskolások kevésbé, talán összesen 30 ilyen intézmény van, ahol hazaküldték a nebulókat, összes többi helyen még be tudnak jutni. Hogy nekik mi a konkrét tanács? Mert ugye az világos és egyértelmű, hogy mi a probléma. A probléma az, szétszórtak leszünk, sokkal inkább megengedőek vagyunk, felgyűlemlenek a feladatok, és stresszet okoz, a stressz ugye valahol ki kell jönni, ez véletlenül az egyháztartásban élők között, ez villámokat szól, hogy ki éppen mit tegyen, és akkor utána jön maga, és akkor mit tud csinálni? Hogyha felgyűlemlett feladatok vannak, akkor... Mert gondolom, nem csinálja meg helyette. Tehát. Nem. Tehát, hogyha felgyűlemlett feladatok vannak, én azt szoktam tanácsolni, és nagyon sok olyan visszajelzés van azoknak, akik ugye alkalmazták ezt, hogy úristen, olyan jót aludtam, és felszabadult az elmém, tehát kiürült. Mondom, jaj, de jó. Tehát gyakorlatilag azt kell tenni, hogy felírni, fogni egy A4-es lapot, összeírni az összes olyan feladatot, amiben belekezdtünk, de nem fejeztük be, írni egy listát, lehet az egy megválaszolatlan e-mail, lehet az egy felhivatlan személy, vagy le kellett volna vinnem a szemetet, de nem vittem le, vagy meg kellett volna válaszoljak egy csetüzenetet, de nem tettem meg. Bármi, amit megnyitott a személy, hogy elkezdi megcsinálni, azok nincsenek lezárt feladatok. Tehát ezek a nem kész dolgok, félig kész dolgok és a hátralékok. Tehát ez ténylegesen ugye zaklatottságot tud okozni egy személynek, és én azt szoktam tanácsolni, hogy ülj le, írjál egy listát, a teljes listát azokról a feladatokról, amiben belekezdtél és nem fejezted be, és kezd el megcsinálni őket. Tehát hogyan?
hogyha minden este megcsinálunk egy olyan listát, ahova felírjuk a másnapi teendőnket, és a lezárátlan feladatokból hozzáteszünk még párat, és meg is csináljuk azt, akkor gyakorlatilag az a lista, amit elkészítettünk a lezáratok, el fog fogyni. És így ugye felszabadul az embernek az elméje, tehát felszabadult abban, és jobban tud fókuszálni azokra a teendőkre, amiket meg kell tennie, feladatokat. Mert nem sok, tehát a lezáratlan feladatok azok nagyon-nagyon ki tudnak hatni az ember szellemiségére, illetve a testére is. Ugye a 70%-át az életünkből munkával töltünk el. Tehát oda nagyon-nagyon önfegyelem kell és magabiztosság, hogy kordába tudjuk tartani magunkat, amikor fegyelem nélkül vagyunk. Tehát, hogy nincs ott valaki, aki azt mondja, hogy most ettől eddig van szünet, most dolgoznod kell, stb. Tehát otthon a home office-ban mindenképpen egy órarend, egy időbeosztás, és ténylegesen szorosan tartani. Fel kell reggel öltözni, minthogyha munkahelyre mennénk, ki kell alakítani egy jó kis sarkat, hogyha nincs egy külön dolgozószoba, és be kell osztani, hogy ettől és ettől eddig dolgozom, utána ettől és eddig van egy kis szünetem, a szünetben nyugodtan berakhatunk mosni, és utána visszamehetünk a munkánkat, tehát a feladatunkat megcsinálni. Hogy látjam, hogy egy jó pár embernek próbált segíteni, meg fordultak is önhöz, hogy mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy kell segítség arra, hogy egyébként, ami elsőre hangzik, hogy ez tök jó, hogy otthon lehet lenni, hogy kell segítség arra, hogy mégiscsak ez a tök jó, hogy otthon lehet lenni, ez pont lehet, hogy pont kontraproduktívá válik a munkánk, vagy az életünk során, mert hogy nem osztjuk be, nem alakítjuk azokat a játékszabályokat, amik most egy-kettőt említett. Igen. Szóval mennyire vagyunk erre felkészülve? Tudunk-e, merünk-e, és akarunk-e tanácsot vagy segítséget kérni? Abban az esetben, köszönöm a kérdést, tehát abban az esetben, aki meg tudja oldani, és ténylegesen nem szóródik szét a figyelme, annak nyilván nem kell segítség. Viszont azoknak a személyeknek, akik nem tudják megoldani, azoknak viszont kell segítség, tehát kellenek a nézőpontok, és kell a segítség. Fordulhat önhöz családtag is? Abszolút. Mert mondjuk, hogy ő igazából kívülről látja, hogy a káosz elméletnek megfelelően hogyan épül le valaki, vagy éppen paprikázódik fel minden reggel, hogy megint otthon kell dolgozni. Tehát, hogy lehetséges-e úgy segíteni valakin, hogy egyébként ő nem tudja, hogy segítségre szorul? Hát, ha nem tudja, hogy segítségre szorul, de van problémája, akkor nyugodtan fordulhat hozzám természetesen. Nem úgy értem, hogy a családtagok fordulhatnak-e, hogy akkor most kéne valami segítség, mert hogy... Értem. Mert hogy aki éppen benne van, az azt gondolja, hogy minden rendben van ilyen személyiség, de egyébként körülötte meg teljesen látszik, hogy minden omladozik, mint abban a reklámban, amikor szaladna a néni, és mondjuk kezi csókolom, és abban a pillanatban összedől minden, volt abszolút. Egy ilyen régi reklám. Tehát, hogy szólhatnak egy családtagok is, hogyha ebben abszolút. Kell, vagy lehetséges életviteli tanácsadást adni. Abszolút, abszolút. Akkor ez egy jó hír, mert ha így is tud segíteni, hogy abszolút. Valaki nem szeretné, akkor már önmagában eredmény. Van olyan praktika egyébként, amit mondjuk én otthon meg tudok csinálni, hogy mondjuk a home office-ban lévő családtagom rendszeredettebb legyen, mit tudom, kikészítem neki a ruhát, vagy én írok egy timetable-t, vagy kiírom, hogy munkahely. Tehát, hogy mit tud tenni az, aki akar segíteni, de mondjuk nem az fordul az, aki egyébként úgymond a segítségre szorul. Igen, azt kell megfigyelni, hogy mi az elsődleges probléma ott. Tehát, hogyha az a probléma, hogy leveszik a figyelmét, tehát, hogy nem tud koncentrálni a munkára, akkor meg kell teremteni azt a légkört, ahol ténylegesen az a személy nyugodtan tud dolgozni. Mert hogyha sertepárt élünk ott körülötte, meg beszélgetünk, meg telefonon csevegünk, meg hangosan nevetgélünk, ez elvonja a személynek a figyelmét a munkáról. Tehát, hogyha biztosítunk neki egy olyan környezetet, ahol nyugodtan tud dolgozni, akkor ez már meg is van oldva. Akkor már közelebb jutottunk. Igen. Engedtessék meg, hogy egyrészt megköszönjem, hogy foglalkozik az életünkkel, meg leginkább azokkal, akik nem is sejtik, hogy egyébként van egyszerűbb megoldás, mint hogy otthon minden nap idegeskedni és rossz kedvűen lefeküdni, és tessen elfogadni a tévé, meg a magam nevébe ezt a kis plakettet, mint hét embere, és jó munkát kívánok ahhoz, amit eltervezett, és hogyha eddig 100%-os volt a sikerindexe, akkor ezt próbáljuk megtartani. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Wow. Hölgyeim és uraim, mi nem sokára folytatjuk.
Ez továbbra is a hét ember, és a hét ember nem más, mint Varga Szidónia. Szerbusz, üdvözöllek! Előadó művészként, egyébként rádiósként, műsorvezetőként Székelyföldön jól ismert vagy, aztán idejöttél Budapestre, gondoltál egy őrületet, és a Covid járvány kellős közepén az Andrássy úton nyitottál egy éttermet. Azt miért? Kalandvágyból vagy úgy döntöttél, hogy megmutatod a pestieknek, hogy nem kell félni a vírustól? Köszöntelek én is, szép estét kívánok mindenkinek. Hát igazából ez egy régi álom volt, és egy hosszú út, amelynek ez lett az eredménye, hogy az Andrássy út 41 szám alatt igen, egy székely éttermet sikerült nyitni tulajdonostársaimmal. Merészség. De... Hát nem merészség, szerintem. A 9-ből 9 ember azt mondja, hogy most, pont most nyitni, amikor igazából az emberek nagyon az utcán sem vannak. Ennek ellenére azért vannak vendégeink, tehát tulajdonképpen egy hónapja nyitotta ki a székétterem a kapuit, és a próbaidőt követően már másnap visszatérő vendégeink voltak. Olyanok is, akik eddig még nem ismerték a székely konyhát, vagy nem ismerték a székely kultúrát, tehát kíváncsiságból tértek be hozzánk, de olyan visszatérő vendégeink is vannak már most, akik itt élnek Magyarországon, székelyföldi születésűek, és számukra egy ilyen hiánypótló hely, és élvezettel kóstolgatják a hagyományos erdélyi ízeket. Ki főz nálatok, mert híreim szerint néha te is. Igen, szoktam egyébként, tehát nagyon jó séfünk van, tehát ő Erdélyben is többek között Sepsiszentgyörgyön élt hónapokon keresztül, és ott igazából magába szívta azt a gasztronómiai kultúrát. Emellett pedig rám is hallgat, tehát tulajdonképpen mindig átbeszéljük a recepteket, és hogyha kell, akkor felmegyek a konyhára, és lefőzöm az adott ételt. Megérdemli, mert jól főz, hogy a nevét is tudjuk, hogy hívják a séfet. Réti Sebestyén a séfünk. Mert hogy én azt hallottam, hogy van olyan, hogy otthon főzöl, beviszed, és akkor megkóstoltatod mindenkivel, hogy na ilyet kéne csinálni. Igen, ezt szokott. Ezt hogy viselik? Tehát ott azért több csillagos séfek ott állnak, és akkor vigyázva hallgatnak téged. Hogy... Igen, mondta is a séfünk, hogy a séfkabátot azt ki szokták érdemelni. Én nem is szeretném elvenni tőle ezt a rangot, viszont számomra is megtiszteltetés, hogy úgymond befogadtak ebbe a közösségbe, és hát igyekszem jól teljesíteni, és akkor talán szívesebben fogadják tőlem is az ételeket. Eddig nem volt panasz rá. Ez az étterem valójában, ha úgy mondhatjuk, akkor a te művészi pályádnak egy kiteljesedése, építettél magadnak egy színpadot, ami egyébként étterem? Hát igen. Egyrészt ugye otthon a férjem legnagyobb örömére készítettem eddig a hagyományos erdélyi ételeket, kicsit újra gondolva a mai konyha technológiai eszközöket kezembe véve. És úgy éreztem, hogy így szüksége van Budapestnek egy ilyen közegre, ahol akár székely erdélyi emberek is találkozhatnak egy baráti társasággal, elfogyaszthatnak finom erdélyi borokat, vagy akár egy vasárnapi ebédet is eltölthet egy család, akár déli 12 órakor is, amikor egy jó húslevest elfogyaszthat egy finom böjtös töltött káposztával, mert olyanunk is van. Igen, hogy mondod, hogy elfér itt a városba, de az érdekes, hogy nincs több. Tehát elképesztő mennyiség kínai étterem van, mexikai étterem, van nagyon sok ilyen hamburgerező, hogy akkor a világ minden tájáról idehozzuk a konyhát, és a székely étterem nem nagyon van, pláne nem az Andrássy úton, a belváros kellős közepén. És igazából, ahogy én néztem az árak sem az Andrássy útra kerültek oda, mert hogy nem messze tőletek van egy ilyen édességbolt, ahol azt hiszem, hogy 10 deka édesség az 10-15 ezer forint, de nem messze van tőletek egy táska volt, ahol 1 millió forint környékén van egy táska. Ehhez képest látok egy déli menü, meg 1600 forint környékén van, igen. És két csodálatos ételt lehet választani, vagy hármat, mert desszertünk is van. Igen, akkor meg már 1800 vagy 1900 forint, tehát belátható távolságban van az, hogyha valaki tényleg kultúrát körülmények között szeretne lenni. Mekkora kockázatot jelent ma Budapesten éttermelni? Kérdezem úgy, hogy erre tök egyszer a választ elképesztő nagyot, de mégis ennyi kidobható pénzetek volt, vagy miért? Mert amint én láttam az étteremben, azt látom, hogy minden át van gondolva. Tehát van az a két hatalmas nagy fa, ami kéken világít, akkor van az a hatalmas nagy hűtő, pultrendszer, ahol a borokat ugra-bugra, a falokon romás írásra van kiírva mindenféle őrület, tehát hogy látszik, hogy ebben azért
van meló, meg van végiggondolva, van benne design, van benne szeretet, van benne odafigyelés, szóval olyan hangulatos, családias az egész. És ezt a hangulatos, családias egészt hogy lehet fönntartani? Igazából tulajdonostársaim másfél évvel ezelőtt álmodtuk meg, hogy Magyarországon, Budapest szívében létrehozunk egy ilyen éttermet, és tulajdonképpen olyan nemzetközi módon szeretnénk felkerülni ezzel is a világgasztronómiai térképére. Egyébként az à la carte menünk is úgy van kitalálva, hogy igazából minden olyan ízt megtalálhatnak a hozzánk betérő vendégek, ami úgymond, hogy is mondjam, visszaviheti őket abba a millióbe, amit akár Erdélyben, egy székelyföldi kisfaluban is átélhetnek. Jelen pillanatban ugye, hogy a határokat elég nehéz átlépni, ezzel is szerettük volna közelebb hozni itt városon belül azokat az embereket, akik szívesen járnának, szívesen utaznának, viszont a jelenlegi helyzetben ezt nem tehetik meg. Így igazából a hasukon keresztül szerettük volna őket megfogni, a szószoros legjobb értelmébe. És a déli menüink is úgy vannak kitalálva, mind az árak, mind a felhozatal tekintetében, hogy mindenkinek számára elérhetővé váljék. Így hallgatok, ez rendben, hogy az étterem menedzsernek ez nagyon jó, és akkor mint a Kalambó felesége beszélgessünk a másik ügyről, amivel szerintem az most olyan lehet nálatok, mint a tényleg, mint a Kalambó felesége, senki sem látja, mindenki beszél rajta. Koncertek? Hát koncertek azok nincsenek, az étteremben sincsenek. Világos. Viszont sok mindent tervezünk, akár vers esteket, vagy borkóstolókat, ahol hát sok jó ember kis helyen is elfér. Kis helyen is elfér a szabályokat betartva. Igen. De én arra gondoltam, hogy neked személyesen mennyire hiányoznak a koncertek? Hát igazából, ha egy összeszámolom, bár már azt nem teszem, mert csak felbosszantom magam, akkor körülbelül olyan 70 rendezvény előadás maradt el. Az gombócból se kevés. Hát igen, igen. Meg gondolom bevételből se. Az biztos. Itt teljesen logikus, hogy miután nincsen koncert, nincs bevétel, nyitok egy éttermet ebbe a helyzetbe. Tehát a bátorság időnk megint van csak rá. Itt van. Időnk van rá, és úgy érzem, hogy igazából a nap 24 órájában sem elég ahhoz, hogy az éttermünket működtetni tudjuk, bár azt hozzáteszem, hogy 11 óra 30-tól este 10 óráig vagyunk nyitva, de tényleg éjjel-nappal azon agyalunk és szorgoskodunk, hogy minél jobban működjön, és valahogy az, hogy most elmaradtak az előadások, a fellépési felületek, talán pont arra jó, hogy most több időt tudok erre is szentelni. Ezt és akkor egy újabb álmomat hogy tudom megvalósítani. És mi a következő? Mert még lenne ötletem, hogy mik azok a megvalósítások, például... Hát igazából 10 évre terveztük a székétterem működtetését. Nagyon remélem, hogyha ezt a nehéz időszakot sikerül átvészelni, és eredményeket tudunk hozni, akkor 10 év múlva is akár itt tudunk beszélgetni. Fákás mellett a többi már, ahogy mondani szokták. Azért kérdezem, hogy mi a következő elképzelés, mert teljesen lehet tudom képzelni, hogy most például kínai turistákat fogadó utazási irodát is nyugodtan nyithatná, legalább akkora lehetőség van benne, mint egy étterem, meg gondolom én, miközben azt hiszem és abban bízom, hogy ez az étterem nagyon fog menni, de hogy bátor vagy, ez kétségtelen. Köszönöm. Viszont van mire bátornak lenni, mert volt szerencsém megkóstolni az ételeket, és hát azt kell mondanom, hogy hibátlanok, tehát a fogyókúrám is ott halt meg abban a pár órában, de azt megpróbáltuk azóta valahogy visszaszerezni, de tényleg isteniek az ízek. Visszatérve egy picit az előadó művészi létedhez. Ugye hát fiatalkorod óta ugye médiában mozogtál, forogtál, rádió, tévé, utána jött ugye a fellépések, az éneklés. Szoktál te zenével álmodni? Igen. És pont milyen zenét álmodsz? Pont ugye... a tegnap meséltem a férjemnek, hogy képzeld el, hogy azt álmodtam, hogy fent vagyok a színpadon, és a hátam mögül hiányzik a backstage. Tehát hiányzik az a felület, ahol akár vissza tudok vonulni, és össze tudom szedni magam, és utána majd újolt előre fel tudok lépni a színpadra. Közben meg a fülesemre nem a zenei alapunk szól, amire ráénekelek élőbe, hanem azt mondják be, hogy
Szidónia, tessék feljön a konyhára, mert baj van. Tehát, hogy már az az érdekes, hogy már az álmaim is keverednek egymásra, jó értelemben, mert akkor azt jelenti, hogy igazából az álmaimat élem meg a valóságban, de hogyha álmodom is, arról álmodom, amit a valóságban szeretnék megteremteni. Ugye nem messze vagytok az operaháztól, igen. És az operaházban viszont van egy szobor, igen. Amihez jelentősen közöd van. Hát nagyon, nagyon. Lókodi Sándor Erzsébet szobráról van szó, amely az Operaház aulájában található, és nemrég derült ki számomra, ugyanis az én pap nagybátyám elkezdte összeírni a családfánkat, és ott többször felmerült egy operaénekesnő neve. És egy kicsit jobban belemélyült a témába, és kiderült, hogy az én ük nagynéném, tehát nagyapám, Sándor Dénes nagyapám felőről, hát igazából rokon volt nekem, és az az érdekesség, hogy ő még Puccinival is tudott együtt dolgozni. Nekem, mint énekesnőnek ez egy ilyen jó érzés, büszkeséggel tölt el. Itt élt, egyébként az az érdekes, hogy Terézvárosban volt a lakása, és tulajdonképpen azt szoktam elképzelni, hogy az Andrássy úton akár ő is sétálhatott a férjével, mint amit én is megteszek a férjemmel, és talán neki is volt egy olyan hely, ahova szívesen betért, és volt lehetőség arra, hogy finom ételeket kóstolgasson, jó borokat ihasson. Az ő hagyományát szeretném tovább vinni, és remélem, hogy érdemes leszek arra, hogy büszkén jelenthessem ki, hogy az ő egyenesági leszármazottja vagyok. Úgy, mint énekesnő is, úgy, mint aki székelyföldi lányként Budapesten mert nagyot álmodni, és semmi sem tántoríthatja el az mellől, hogy ezt meg is valósítsa. Szerencsére van támogatom is, tehát a férjem mindenben tényleg maximálisan... Ezt én láttam, tehát, hogy... Nem azt kérdezi, hogy miért, hanem azon gondolkodik, hogy hogyan tudjon nekem segíteni. Természetesen is próbálok azért olyan dolgokat megálmodni, amit meg is lehet valósítani. Szerintem a férjed ugyanazt a taktikát követem, mint én otthon, hogy vagy igazad van, vagy boldog akarsz lenni, és innentől kezdve legyen neked igazad, mert hogy elég határozott jellem vagy egy személyiség, és így legalább megálmodtad, és létrehoztál tényleg egy kis gyöngyszemet ott az András úton. Ráfért egyébként az András útra, hogy legyen valahova ugyan igazán jó hangulatban betérni. Ez egy kis csoda. Igen. A legszebb utcán. Én mindig így élem meg. Hát és főleg, hogyha most jön karácsony, és gyönyörűek lesznek a fények, és akkor gyönyörűen világít az a két fa, az nekem nem tetszik, ami ott bent felépítette. Amúgy a székely éjszakát próbálja azt szimbolizálni. Eleve a kék, sárga, barna színeket is amiatt használtuk, mert szerettük volna valamilyen szinten, mert ez nem csak teljesen az én ötletem, tehát mindig kitalálsz valamit is, akkor ahhoz jönnek még a hasznos tanácsok. A székely éjszakát szerettük volna ezzel megjeleníteni, és a székely zászlót, de nem akartunk ilyen zászlókat, nem akartunk átmenni ilyen, nem is azt mondom, hogy gicses, de tehát ilyen finoman szerettük volna használni ezeket a szimbólumokat, és tényleg egy ilyen barátságos környezetet akartunk létrehozni. Azt hiszem, hogy a sikerült, aki ellátogat, az mindenképpen látja, és mondom, hogy déli menük pedig teljesen emberbaráti árban vannak. És a róvás írásunk, bocsánat, a falon, az meg egy asztali áldás, ez is fontos volt számunkra. Én gyermekként emlékszem, amikor Lókodi nagymamámnál ebédeltünk, általában a hétvégék mindig nála voltak, és akkor mindig elmondtunk egy imádságot, és ez van róvásírásként felvésve úgymond a falunkra, hogy aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott, és ez számomra fontos az isteni áldás is, és fontos a hit rendszerem is, hogy bármibe is belefogok, hinnem kell benne, és akkor megsegít a jó Isten is. Legyen így. Én engedtessék meg, hogy a tévé meg a magam nevében egy pici plakettet adják át neked. Méghozzá egyrészt, amit kevésbé tudhatnak a nézők, de én viszont tudom, hogy a férjed együtt igen sok jótékonysági eseményen is felléptek, ami hálás köszönet, és erre szól ez a díj. Másrészt meg mertél nagyot álmodni, és 12 embernek, azaz legalább 6-7 családnak adtál lehetőséget arra, hogy ebben a nehéz időszakban is újra munkába álljon, és értelmes és értékes dolgokat hozzon létre, ott az Andrássy út közepén. Fogad szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet, ne feledjék, a hét emberére önök is tehetnek javaslatot, ki vagy ki legyen a hét emberei. És ami még fontos, szolgálati közlemény, hogy minden olyan szép korúnak, ennek szüksége van segítségre,
hogy esetleg a bevásárlásban itt a vírus idején, vagy pedig csak néhány jó szóra, vagy esetleg bármi más segítségre, akkor bátran írjon a tisztelet.tkukac@gmail.com-ra, és mi megpróbálunk a tisztelettársaságával segíteni. Viszontlátásra, egy hét múlva találkozunk.